Veszent Trianon igazságot Magyarországnak. Azaz, igazságot a Kárpát-medencének. Ahogyan azt Trianonról szóló dokumentumfilm sorozatunk első részében elmondtuk, a Kárpát-medence már igen-igen régen, úgy fél évezrede biztosan, többségében nem magyarok által lakott. Az osztrák-magyar monarchia az utolsó kísérlet volt arra, hogy föntartsa két kisebbségben lévő nemzet, az osztrák és a magyar uralmát az itt élő 14 nemzetiség fölött. Az utolsó és végül elbukó kísérlet. A második részben, a mostani epizódban arról fogunk beszélni, hogy hogyan vallott végleg kudarcot ez a próbálkozás. A világháború és a trianoni béke diktátum következményeként. Fontos megérteni, hogy a monarchia már évtizedek óta nem tudta kezelni az egyre növekvő társadalmi feszültségeket. A politikai elit önmagába fordult és fejjel előre vezette bele az országot az első világháború tragédiájába. Vagyis éppen ezért a világháború csak az utolsó döfés volt, amely nyilvánvalóvá tette, hogy a monarchia megújulására már semmi esély nincs, így szétforgácsolódása szükségszerű. Hogy a háború milliók életébe, egészségébe, szabadságába fog kerülni, azt ugyanúgy csak kevesen látták, mint ahogyan azt is, hogy az évtizedek óta forcsogó feszültségek pár év múlva szét fogják vetni a monarchia és a virtuális Nagy-Magyarország megszokott, megkövesedett illúziókra épülő kereteit. Ahogy a politikai elit nem tett semmit a társadalmi problémák megoldásáért, úgy nem tett valódi kísérletet arra sem, hogy elkerülje az ország a világháború tragédiáját. Míg a pár éve létrejött a valódi problémákat és társadalmi feszültségeket tematizáló, elméletben háború ellenes és internacionalista ideológiát valló szociáldemokrata párt sem. A magyar nacionalizmust akkor már fél évszázada, a kiegyezés óta egyre és egyre inkább tette sovinisztává, Nagy Magyarország visszaállításának hamis ábránja, a magyarság fölsőbbrendűségének állami hirdetése, illetve a nemzetiségek elnyomásának kormányzati igazolása és föntartása. Az ország ebben a nacionalista hagymázban ettől a hamis nemzeti büszkeségtől dagadó lázban masírozott bele a 2 millió áldozatot követelő első írtóháborúba. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírat engem az édes anyám. Bent ültem a kávéház ablakában. Elfáradtan és letörten tettem le magam mellé az újságot. Bevégeztetett, gondoltam. Kinézek az utcára, s látom, most nem százan, hanem ezren. Talán annál is többen állnak az újság kirakata előtt. Mindenféle szedetvedett népség. Valaki már zászlót is hozott magával, magasra emeli a nemzeti színű lobogót, s a tömeg mint egy extázisban ordítja. Éljen a háború! Le a gyilkos szerbekkel! Fölemelik a karjaikat, öklükkel belefenyegetnek a levegőbe, s némelyek úgy tesznek, mintha széttárulkoznának a megváltó pillanatok előtt. Nincs menekvés. Az emberek annyira szeretik egymást, hogy nem tágítanak egymás mellől. Összekapaszkodnak, hogy így csomókban süllyedjenek el valami feneketlen mélységben. Hol vannak a szervezett munkások? Hol vannak az elvtársaim? Akik hisznek a szocializmus világmegváltó hivatásában, azok árván magukra maradtak. Nincsenek testvéreink, és nincsenek vezéreink. A Népszava július 28-ai vezércikkében már ilyen sorokat olvasok. Az a hír, hogy lent a temesi parton szerb csapatok dunai hajókról a mieinkre lövöldöznek. A szerbek tehát nem érik be azzal, hogy maguk idézték föl a végzetet, de siettetik is azt. És másnap a szervezett munkásokhoz címen fölhívás jelenik meg a labban. Nagy események vihara közeledik. Férfiasan kell viselkedni. Nehéz a sajtónk helyzete, most le kell mondani a szabad kritikáról, propagandáról, mert ebben a válságos helyzetben mi sem akarhatjuk még a legigazságosabb kritikával sem megnehezíteni az intézők dolgát. Azt, amit tegnap és tegnap előtt mondtak, elfújta a szél. Hol vannak a szocialista tradíciók? Hol vannak azok, akik néhány nap előtt még azt írták, hogy tiltakozunk a háború ellen, és büszkén vállalunk közösséget a szociáldemokrácia történelmének eme leggyönyörűbb hagyományával? Úgy érzem, hogy elárultak bennünket. És akik nem lettek árulókká, azokat lelövöldözik a túlsó partról. Trianon azért érdekes, ugye többek
többek között, mert hogy elnyomja az első világháború traumáját. Tehát hogy a magyar társadalomnak a öntraumatizáló tudatában az első világháború az egy hős rész, ott állunk az Isonzónál, lövöldözünk, mit tudom én. Az első világháború elképesztő társadalmi költségekkel járt. A katonáknak egy nagyon nagy része meghal az első hónapokban, mert hogy nem tudják, hogy ez új típusú háború az, hogy néz ki. Tehát nagyon nagy a társadalmi veszteség és a gazdasági veszteség is, és ezt a magyar társadalom elég nehéz, vagy lényegében nem tudta feldolgozni, pont azért, mert utána aztán jönnek a forradalmak, illetve a trianoni trauma, és ez fölülírta tulajdonképpen a társadalmi emlékezetben az első világháborúnak az emlékét és a feldolgozását. Természetesen, ha nem tör ki az első világháború, nem tudhatjuk, hogy mi lett volna a monarchiából. De egy valami biztos. Ebben a formában nagyon nehezen lett volna fenntartható. Egy társadalmi problémára sem tudott választ adni, sem az osztályok közötti egyenlőtlenségre, a munkások és a parasztok elégedetlenségeire, sem a nemzetiségek közötti egyenlőtlenségre, lakossága majd felének az etnikai alapú elnyomására. És azért, hogy ezek a problémák ne kerülhessenek egyáltalán a felszínre sem, minden módon igyekezett fönntartani antidemokratikus működését, és mindenre a begyöpösödött birodalmi jellegű nacionalizmus megkérdőjelezhetetlensége kellő igazolással szolgált. A problémák ennek ellenére felszínre kerültek, és a 20. század elején már több évtizedes súlyosan feszegették a monarchia kereteit, amit aztán a világháború és a versailles-i béke végleg szétfeszített. Na most nem akarok én is illúziókat táplálni, miután szittem az illúziókat. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha nem lett volna első világháború. Magyarország vagy az osztrák-magyar monarchia felbomlásának a elsődleges oka mindenképpen az, hogy ez az ország elvesztette az első világháborút, tehát vesztesként került ki a világháborúból. A kiegyezésben sok minden bele volt kódolva, de az, hogy háború nélkül össze fog omlani ez az ország, az nem volt belekódolva. Azzal, hogy a háborúba belement a monarchia, tulajdonképpen aláírta a saját halálos ítéletét. Magyarországnak egyetlen híve sem volt sehol. Nem csak az antant országok között, hanem Ausztriában sem, és a szövetségesek között sem. A nemzetiségek pedig el akartak szakadni. Azok a társadalmak, amelyek nem tudták becsatornázni a társadalom különböző nagy csoportjainak az érdekeit, ezeket nem tudták megjeleníteni, nem voltak elég erősek, nem volt elég a társadalmi szolidaritás és kohézió, azok belebuktak az első világháborúban. Elvárás horizontja tulajdonképpen az átlag embereknek a Habsburg monarchiában eléggé az egésznek a végéig nagyon nehezen tudta befogadni azt, hogy összeomolhat a monarchia. Ugye annyira hozzá volt mindenki szokva, tehát még ezek az 18-ban is a cseh konzervatív történészek, azok még abban gondolkodnak, hogy persze valamilyen módon majd át kell alakítani a monarchiát, azért a csehek meg a délszlávoknak valószínűleg nagyobb szerepe lesz benne, de hogy az nem elképzelhető az emberek többsége számára, hogy ebből semmi sem marad. Attól kezdve, hogy az osztrák-magyar hadsereg összeomlása előtt jó néhány hónappal, majdnem egy fél évvel az antant, a szövetségesek elismerték a Csehszlovák Nemzeti Bizottságot, ami azt jelentette, hogy vége az osztrák-magyar monarchiának. Ígéretet kapott a szerb király, hogy a nagy délszláv állam kialakításának komoly esélye van. Ezek azelőtt történtek, mielőtt Magyarországon bárki föleszmélt volna, hogy a legcsekélyebb veszély fenyeget. A központi hatalom elkezdett szétesni. Na most ilyen helyzetekben a vákumot általában beszokták tölteni. És azok töltik be a vákumot, akik erre képesek, és ezért tudtak a délszláv vezetők is, a cseh vezetők is, aztán ráülni erre a szlovák vonalra is. Bizonyos értelemben a 18 utáni kis nemzeti nacionalizmusok átveszik a magyar nacionalizmusnak azt a hagyományát, amely elsősorban abból indul ki, hogy a saját
etnokulturális közösségemet kell nemzetileg megerősíteni. Bár Deák is ötvös, nemes és messzelátó szelleme, a kiegyezést nem a magyar sovinizmus megerősítésére tervezte, a dolgok logikája ismét erősebbnek bizonyult, mint néhány kiváltságos elme célkitűzése, és a Tisza Kálmánnal uralomra jutott reakciós Juncker politika a kiegyezést egyre inkább olyan alkotmánybiztosítéknak tekintette, mely a nemzetiségi népet örökös kiskorúságban tartja, a nemzetiségi középosztályt pedig, mint megbízhatatlan, irredentista elemet tartósan kirekeszti az állami hatalomból és a vármegyei szinekúrákból. Ezt a helyzetet természetesen csak egy nagyon reakciós, erőszakos és korrupt választójoggal és adminisztrációval lehetett fenntartani, és megszületett az az elmélet, hogy a magyarság és a dualizmus sorsa elválaszthatatlanul egybe van kapcsolva a régi elavult alkotmány, a cenzusos választójog, a nyílt szavazás és a vármegyei állönkormányzat fenntartásával. 1917 tavaszán a polgári rétegek nagyon komolyan féltek attól, hogy itt forradalom lesz, a munkások, esetleg vidéken a parasztok olyan lázongásba kezdenek, amely a politikai rendszer felborulásával fenyeget. Ez sikerült elodázni, de tényleg csak elodázni sikerült, és a 18-19-es események mögött lényegében, amikor ugye megszűnik a külső összetartó keret, a monarchikus berendezkedés, akkor ezek az erők szétfeszítik a korabeli parlamenti és politikai rendszert, nem jutottak be a politikába, ezért kívülről felborították azt ezek az új igények. Ebben a légkörben különösen erőssé vált egy már a század elő óta szerveződő értelmiségi kör. Ők abban az igényen léptek föl, hogy az értelmiségi elemzést használják fel, tehát hogy elemzik tudományos módszerekkel az országnak a helyzetét. Tulajdonképpen ők honosították meg Jászi Oszkár és köre Magyarországon a szociológiát. Amikor a polgári radikálisok lesznek meghatározókká, akkor ugye fölmérik, hogy alig tudunk valamit Magyarország nagyobbik feléről. Ekkor még mindig az 1900-as népszámlálás szerint Magyarországon még mindig többségben vannak a nem magyarok, és elkezdődik egy nagyon komoly munka, Jászi Oszkár, egy modern társadalomtudós, aki egyszerre tanulmányozza nyugat-európai útjain a nemzetiségi kérdés nyugat-európai megoldásait, másrészt pedig terepmunkásként Bartók Bélához meg Kodály Zoltánhoz hasonlóan bejárja a felvidéket, és közvetlen személyes kapcsolatokra tesz szert, és tapasztalatokra tesz szert. A Közép-Európa vita a német perspektívával, ez egy nemzeti liberális konstrukció, és arról szól tulajdonképpen, hogy hogyan lehet egyfajta gazdasági, politikai keretet teremteni, amiben a németek, az osztrák-magyar monarchia, a törökök, bulgárok, mindenki, meg a szomszéd kisnépek, azok nagyjából egy gazdasági, és elsősorban gazdasági egységet tudnak alkotni. És nagyon érdekes, hogy viszont a különböző olvasók különböző perspektívából teljesen mást olvastak bele. Például Magyarországon ugye a polgári radikálisok abszolút nem a német részét a dolognak, azt igyekeznek nem tekintetbe venni, és amiért nekik ez fontos lesz, az a nemzetiségi kérdésnek a megoldásának a lehetősége. A lengyelek is teljesen másként értelmezik a 10-es években. Románoknál is van Közép-Európa vita, de ott is teljesen más. Mi nem jelenti azt természetesen, hogy ez mint búvópatak ne lenne fontos a kelet-európai vagy kelet-közép-európai kulturális és politikai hagyományban. Azért nem véletlen, hogy ezekhez vissza lehet nyúlni, mint egyfajta a nemzeti ideológia és a nemzeti nemzetállami kizárólagosság egyfajta alternatívája. Na most itt az illúziók között volt egy külön nagy illúzió, amit meg kell említeni, ez Jászi Oszkár illúziója volt, amit sokáig osztottunk, még fiatal koromban osztottam én is, meg sokan mások, meg a történelem könyvek is, hogyha a nemzetiségek nagyobb önállóságot, mondjuk autonómiát kaptak volna, választójogot kaptak volna, akkor ez megszilárdította volna a Nagy Magyarország, a virtuális Nagy Magyarország lét. Jászi Oszkárnak a föderációs terve 5 elemből rakta volna össze azt az államképződményt, ami a monarchia funkcióját átvette volna. Hogy a monarchia új államai erősek és életképesek legyenek, ahhoz szoros szövetségi kapcsolatban való egyesülésre van szükségük.
a politikai és gazdasági tudományokban jártasak előtt fölösleges bővebben kifejteni, hogy az a szövetség csak is a teljes vámunió, a közös honvédelem és külpolitika alapján képzelhető el. S valóban az itt egyesülő öt állam a természeti, éghajlatbeli és etnográfiai tényezők akkora gazdagságát mutatja, hogy az a sokat emlegetett autarchia, amely ugyan nem eszményi célkitűzés, de minden esetre az életképes államiság belső teherpróbája lehet, kevés történelmi államalakulatban forog fenn oly mértékben, mint itt, a Dunai Egyesült Államokban. Jászi nem veszi észre, hogy ugyanazokkal az emberekkel, akikkel ő nagyon jókat beszélget a Felvidéken vagy Erdélyben, ugyanazok az emberek párhuzamosan részt vesznek a csehszlovák egységmozgalomban, jelen vannak a Román Liga különböző nagy román elképzeléseinek a kidolgozásában. Tehát Jászi becsukja a szemét, és mintha nem akarná látni azokat a folyamatokat, amelyek a Magyarországgal szomszédos, illetve a monarchia másik oldalán lévő nemzetek magyarországi ambícióit 1896 óta eléggé egyértelműen megjelenítik. Azt kell mondani, sajnos, pedig ugye az összes haladó, többé-kevésbé haladó irányzatok ezt vallották sokáig, hogy a nemzetiségek megszelidültek volna, ha több önállóságot meg választójogot kapnak, azt fejlemények nem erre mutatnak. Azért magyar politikus, avval a programmal, hogy autonómiát adjon románoktól, ebben nem lehet. Hiába ez elfben nagyon szépen hangzik, de ebben csak veszteni lehetett volna választásokat, és ezt nem lehetett vállalni. A teljes kocsisok sztrájkja is csak kis kezdete volt egy olyan viharos sztrájkhullámnak, amilyen Budapest még nem látott. Mintha egyszer elfogyott volna a munkások türelme, mintha egyszerre már senki se akart volna tovább várni a folyton ígért konszolidációra, mikor majd lesz ruha, lesz fa, lesz hús. Vidéken még megpróbálkoztak a statáriummal is, de a kommunisták ellen most már az se használt. A szegedi munkások között megszületett a jelszó. Ha a fegyvereinket akarják, ám próbálják meg, jöjjenek el értük. Fegyvert a munkásoknak, volt a felelet a szegedi parancsra, hogy be kell szolgáltatni a fegyvereket. Az eddigi gazdasági követelések jegyében sokasodó sztrájkok mellett felütötte fejét a nyílt, politikai jellegükkel fenyegető sztrájkok veszedelme. Most van itt az ideje, hogy lehet és kell valami sose volt nagyot, döntőt, szabadítót végbevinni. 1918-ban a háború elvesztése után az őszirózsás forradalom a baloldali Károlyi Mihályt és kormányát, a Nemzeti Tanácsot juttatta hatalomra. A katonai erőt a forradalmi alapon megszerveződött katonatanács biztosította a számukra. A Nemzeti Tanács alig fél évig volt hatalmon. Az antant hatalmak semmilyen mozgásteret nem biztosítottak a forradalmi kormánynak, így a kormány lemondásra kényszerült. A hatalmat pedig a kommunisták vették át. Mindkét baloldali rendszer kormányai igyekeznek nem csak az osztályjelentéteket, hanem a nemzetiségi konfliktusokat is enyhíteni, és a nemzetiségekkel való megbékélés felé fordulni. A nemzetiségi ügyekkel megbízott miniszter például az a Jászi Oszkár lett, aki évtizedek óta Kossuth Lajos konfederációs politikájának tovább gondolásán dolgozott, a tanácsköztársaság pedig még radikálisabb nemzetiségi autonómiákban gondolkodik. Az ország területi feladását azonban senki nem volt képes, még csak elgondolni sem. A Károlyinak, meg kormánya tagjainak az volt a koncepciója, hogy ragaszkodni kell Magyarország területi integritásához. Ők tulajdonképpen a Jászi Oszkár koncepcióját tették magukévá. Egy kritikus pillanatban, 1918 elején, amikor ugye minden változóban volt, akkor már ennek realizálhatóságának a lehetőség az nagyon minimális. A Magyar Nemzeti Tanácsot azért alakították meg ilyen későn, mert szerettek volna rábírni nemzetiségi politikusokat, hogy csatlakozzanak a Magyar Nemzeti Tanácshoz. És hát ez nem járt sikerrel. A román betörés után, ami 16 nyarán történt, alig, vagy nem igazán állt helyre a közigazgatás Dél-Erdélyben és a Székelyföldön. Legégetőbb kérdés a román kérdés volt, és ezért Jászi Oszkár
elment tárgyalni Aradra a erdélyi román politikusokkal, ami nagy csalódás volt számára. A Nemzeti Tanácsnak és a Károlyi kormánynak azok a javaslatai voltak, amelyeket 1903-ban terjesztett elő a könyvében Jászi Oszkár, és 1918-ra ezek teljesen elavultak, és már akkor sem voltak teljesen megfelelők. A nemzetiségi pártok vezetői akkor réges-rég eldöntötték, hogy ők Nagy-Romániához meg Csehszlovákiához fognak tartozni. A Nemzeti Tanács mondhatott, amit akart. Ez a dolog rég le volt zárva. Ők próbáltak továbbra is az integer Magyarország keretén belül több jogot adni a nemzetiségeknek, föderalizálni Magyarországot. Ez mind nagyon szép és nemes elképzelés volt, és valamikor az 1880-as években lett is volna valami esélye. De ez már akkor nem volt esélye, amikor Jászi ezt kifejtette először. Hát még 18-ban. A lényegében a Nemzeti Tanács is kitartott, mint mondom, mint a Tanácsköztársaság is, a régi határok és az integer Magyarország mellett. Ez hatalmas kacajt váltott ki a világ minden fővárosában. Általában federális konstrukciókkal akkor állnak elő nemzetiségi mozgalmak, vagy nemzeti mozgalmak a monarchián belül is, meg kívül is, amikor éppen úgy tűnik, hogy a saját nemzeti projektjük az nagyon rossz helyzetben van. Jászi azért próbálkozott januárig menteni a veszett fejszenyelét, tehát amíg úgy nézett ki, hogy a ruszinokkal és a szlovákokkal lehet beszélni, addig létrehozott egy ruszin, illetve szlovák autonómiát, ezt próbálta folytatni a ruszin és szlovák politikát a Tanácsköztársaság is, de hát a fegyverek döntöttek. Erdélyben 1918 őszén egyszerre volt egy katonaforradalom és egy szociális forradalom is. A falvakból vagy a kisebb településekről a magyar közigazgatás már rég elmenekült, tehát gyakorlatilag egy hatalmi vákum alakult ki ebben a közegben, és ide érkeznek majd be a román csapatok, mint antant csapatok. A nem magyar nemzetiségű területek tulajdonképpen már idegen megszállás alatt álltak az első hetektől kezdve, mondjuk április közepétől, de hát természetesen próbáltak politizálni, amire azt lehet mondani, hogy ez a Jászi féle elképzelésnek egy kiterjesztése volt kommunista szellemben, ami azt jelenti, hogy ők már nem Nagy Magyarországot akarták visszaállítani, tehát nem Nagy Magyarországon belül akartak autonómiát adni a nemzetiségeknek, hanem úgy képzelték, hogy egy nemzetközi, mondjuk egy európai tanácsköztársaság keretében szövetségi viszonyra lépni a nem magyar nemzetiségű területekkel. És a megmaradó Magyarország területén pedig természetesen maximális jogokat, egyenjogúságot mondjuk biztosítanak a nemzetiségeknek. Eső után köpenyek politika volt, mert ugye a Párizsi Békekonferencia döntött, és a Párizsi Békekonferencia, mint tudjuk, nem vett tekintetbe mást, mint a nagyhatalmak érdekeit. Amíg van rá lehetőség, hogy egy modern nemzetállamot csináljanak, addig igyekeznek román nemzet, vagy modern nemzetállamot csinálni. És ez igaz a magyarországi nemzetiségekre is, meg igaz a magyarokra is. Na most, amikor a Vörös Hadsereg benyomult Szlovákiába, és elfoglalta az lényegében Kelet-Szlovákiát, jelentős szlovák területet, akkor ott létrehoztak egy szlovák autonóm tanácsköztársaságot, a szlovák tanácsköztársaságot, bocsánat, rosszul mondtam, hogy autonóm, ami nem tartozott a magyar tanácsköztársasághoz. A magyar vezető rétegek és az egész világnak beleértve a magyarországi nemzetiségeket, a világképe minden részletében ellenkezett egymással. Gondoljuk el, hogy Jászi Oszkár, aki az őszirózsás forradalom nemzetiségi minisztere volt
és akit, mint a nemzetiségi kérdés kutatóját aféle hazaárulónak nézték, az utolsó pillanatig fönntartotta Magyarország területi integritásának a követelését és a jelszavát, ugyanígy Károlyi Mihály, akitől származik a nem-nem soha. Ezt ő mondta el Szatmár Németi beszédében. Ezt ő mondta, hogy nem-nem soha, nem engedünk a területünkből. A Tanácsköztársaság a régi határok védelmére szervezte meg a Vörös Hadsereget. Magyarországon Kun Bélától Tisza Istvánig senki nem vette tudomásul, hogy Magyarországon nem magyar többség van, és a régi Magyarország fönntartását senki nem akarja. Senki. Sem az országon belüli többség, sem a világon senki. Na most Erdélyben ugye április 16-án indult meg a román támadás, előrenyomulás, de hát ennek ellenálltak addig, amíg meg nem érkezett Párizsból a parancs, hogy milyen területeket kell kiüríteni, és akkor ugye a román hadsereg megkezdett egy katonai előrenyomulást, ami sikeres volt, mert sokkal erősebbek voltak, és eljutottak a Tiszáig, ahol megálltak. A Nemzeti Tanács és a Tanácsköztársaság nemzetiségi politikája tehát, bár mindkettő alapvetően megőrizte nacionalista kiinduló pontját, igazságosabb rendszereket képzelt el, mint amilyen a dualizmusban volt, csak hogy ekkor már rég késő volt. Végig nehezített volt a pálya, hiszen ekkor a nagyhatalmak már lényegében eldöntötték a monarchia és az utód államok sorsát. Ráadásul a nemzetiségek már nem voltak érdekeltek valamifajta megegyezésben, sőt a magyar állam gyakorlatilag összeomlott. A dualizmus a nemzetiségi ellentéteket a Kárpát-medencében a végletekig fokozta. Ráadásul ekkora már sem magyar, sem nemzetiségi utódállami részről nem volt semmifajta realitása valamifajta politikai konszenzusnak. Sőt, Trianon kérdése 1919. februárjára eldőlt, ennek körvonalai ráadásul már sokkal korábban láthatóvá váltak. A magyar tárgyaló delegáció mindent megpróbált. Érveltek az egység megőrzése mellett, Erdély esetében kompromisszumos javaslattal éltek. Dőljön el a sorsa népszavazás útján. Elmondták, hogy az elszakított népesség 45%-a magyar és német. Őket pedig hátrány éri, ha a nemzetiségi elvből indulunk ki. Ráadásul a faji egységgel az új államok sem rendelkeznek majd. Nem maradott el a régi kultúrfölény érv sem. A hegemóniát a szerződés olyanokra ruházná, akik többnyire alacsonyabb kulturális fokon állnak. Például szerbekre és románokra, akik még olvasni is alig tudnak. Aztán persze emlékeztettek, hogy Magyarország 1000 évig Európa védőbástyája volt a mindenféle keleti barbárokkal szemben. Hol a hála? És ha egyszer a magyar határok 1000 éven keresztül kiállták az idő próbáját, akkor mekkora balgaság lenne átrajzolni őket? Ha megszakítják a társadalmi tradíciókat, a nyugtalanság új fészkei fognak létrejönni. A béketárgyalásoknak az ideológiai kerete állandóan csúszkál az etnikai, a territoriális, a történeti és a geopolitikai érvek között. Kétség kívül az Antant igazságtalan volt, kétség kívül az utódállamok mohók voltak, többet vettek el, mint amennyi járt volna, de ez nem változtat azon, hogy Erdélyben a késő középkor óta többségben voltak a románok, ez nem változtat azon, hogy a nemzetiségeket elnyomták a monarchia idején Magyarországon. Létrejön ebben a békeszerződés vita kultúrában egyfajta morális bizonytalanság arra nézvést, hogy milyen érvek szerint lehet legitimálni azt, hogy egy terület hozzánk tartozott. De mindez mit se számított. A békéket a győztesek diktálják. A magyar félnek így nem sok esélye volt érvényesíteni érdekeit. Érveik súlya minden esetben eltörpült, a nemzetiségek képviselői által kifejtett lobbyerő és a nagyhatalmak vélt érdekeihez képest. 1919. augusztusában a román támadás hatására megbukik a Tanácsköztársaság, és a hatalmat a jobboldalt újra egyesítő Horthy Miklós szerzi meg, aki a győztes hatalmak támogatásával novemberben bevonul Budapestre, majd 1920. március 1-én kormányzóvá választják, és megkezdődik a 25 éven keresztül tartó Horthy korszak. Az 1920. június 4-én a Horthy Miklós által gyakorlatilag csak erre a célra kinevezett Simonyi Szemadám, vagy Simonyi Szemadám, mindegy, jó, hogy tudja, Sándor miniszterelnök kormányának rendkívüli követe, Drosse Lázár Alfréd és népjóléti minisztere Benár Ágost által Versailles-ban
Trianon palotájában aláírt békeszerződés alapján az 1867-ben Magyarország fönnhatósága aláítélt területek kétharmada más, többségében újonnan létrejött nemzetállamoknak ítéltetett. Az 1867-ben meghúzott monarchián belüli magyar közigazgatási határokon belül több mint 18 millió ember élt, majd 300 ezer négyzetkilométeren. Az 1920-as magyar határokon belül ebből alig 7,5 millió ember és 90 ezer négyzetkilométer maradt. Csehszlovákiához több mint 60 ezer négyzetkilométer és 3,5 millió ember került, ennek majd a harmada magyar volt. Románia több mint 100 ezer négyzetkilométeri területet és több mint 5 millió egységnyi humán erőforrást kapott, ennek szintén a harmada volt magyar. A szerb-horvát-szlovén királyságnak körülbelül 20 ezer négyzetkilométer jutott, másfél millió szintén nagyjából harmadarányban magyar lakossággal. Ezeken kívül Ausztria, Lengyel és Olaszország kaptak még kisebb szeleteket. A monarchiában a legtöbb nemzetiség igazságtalanságban és elnyomásban élt, mivel csak a két legnagyobb nemzetiségnek volt beleszólása a birodalom ügyeibe. De az új helyzet is igazságtalan állapotokat teremtett. A magyar nemzetiségűek 30%-a kerül határon túlra. A 67-es határok szerint a monarchia magyar részén 54,4% volt a nem magyarok aránya. De a 20-as határok annak ellenére, hogy elméletben nemzet államokat hoztak létre, mégse lettek ezek az országok a monarchiánál sokkal homogénebbek etnikailag. Leszámítva Magyarországot és Ausztriát. A délszláv államban a szerbek kb. 40, a horvátok 23%-kal képviseltették magukat, a többi szláv nemzet 5 és 10% között. A maradék nagyjából 20% elsősorban magyar, osztrák, illetve már ismét német és albán volt. Csehszlovákia pedig majdhogy nem egy mini monarchia lett. A csehek a lakosság nagyjából felét tették ki, a németek a negyedét. A szlovákok és a magyarok pedig nagyjából 10-10%-kal képviseltették magukat. Ráadásul még egy jelentős ruszin kisebbség is volt. A párizsi békekonferencia legitimációja a határok újrendezésére a Woodrow Wilson amerikai elnök által leginkább propagált nemzetiségi elv volt. Minden nemzetiség kapjon saját országot. De ez, amint azt az eredmény mutatja, csak ürügyként volt jelen, mind a tárgyalásokon, mind magában a döntésben. Wilson maga végül alá sem írta a szerződést emiatt. Egy szóval, az 1867-es rendezés igazságtalan volt. De legfőjebb egy Wilson hajszányival volt igazságosabb, az 1920-as. Persze, hogy fáj. Én Kolozsváron fölnőttem egy magyar városban, és ha visszamegyek most, oda az egy román város. Míg a 1815-ös, tehát a bécsi béke kongresszus, bécsi kongresszus az a legitimitás elvében megtalál egyfajta keretet, morális keretet, ami vitatható, de mégiscsak egyfajta keret, amiben minden résztvevő, aki ebbe a békeszerződésbe győztesként vagy vesztesként belép, az el tud fogadni, hogy van egy olyan keret, amiben, ami mindenkit valamilyen módon elhelyez. A Párizs környéki békék azok nem hoznak létre egyfajta ilyen keretet, létrehoznak egy nemzeti önrendelkezési diskurzus, de látjuk, hogy bizonyos csoportokkal ezt alkalmazzák, bizonyos csoportokkal meg nem. Most semmiféle kétség nem állott fenn a tekintetben, hogy a monarchiát megszüntetik. Csehország német területei a középkori regionális beosztás szerint Csehország fog tartozni, és nem Ausztriához, azok a területek sem, amelyek német többségűek voltak. Mini monarchia volt Csehszlovákia a maga módján, miközben úgy abban az igényen lépett fel, minthogyha hát a nemzeti törekvéseket megvalósítva lett. És az első perctől kezdve voltak feszültségek a csehek és a szlovákok között is. Nyilvánvaló, hogy a határok messze túlmentek azon, amit bárki el tudott volna korábban képzelni, az, hogy Partium meg Bihar meg Arad környéke Romániához tartozzék, az kétségű képtelenség volt, hiszen a magyarországi határon volt és magyar többségű volt. Igazságtalan határ volt, de arról viszont, hogy megtartjuk Kolozsvárt, arról soha nem volt szó. Ezzel a versailles-i békerendszerrel senki nem volt elégedett, tehát még a román fél sem, bármennyire is furcsa ez. Alapvetően érdekes módon nem játszották ki a Horthy rendszer visszásságait, és pedig azért nem, mert saját maguk se egy demokratikus mezőnyben politizáltak. Ha azt mondták volna ugyanis, hogy demokratikus alapon szeretnék a határaikat felvállalni,
akkor el kellett volna fogadniuk azt is, hogy ők nem homogén nemzetállam. Ezt azonban még tulajdonképpen a csehszlovák állam se tudta így kimondani, ami a legdemokratikusabb volt. Ott is kellett, hogy első és másodosztályú állampolgárok létezzenek, és ilyen szempontból sajnos Közép-Európa nem adott igazából az állami politika szintjén nem rasszista választ a problémára. Ma is él egy olyan nézet, hogy ugye velünk történt a legnagyobb igazságtalanság, hát azért másokkal is történt, ugye. Az ukrán nemzet létezését nem ismerték el, azért, mert az a francia külpolitika terveibe nem esett bele, tehát ezért Ukrajnát oda lökték Szovjet-Oroszországnak, amellyel pedig nem szimpatizáltak különösebben, de a francia külpolitikába nem fért bele egy független Ukrajna. Egy szóval, ez egy igazságtalan döntés, egy diktátum volt, ami végleg pontot tett az úgynevezett Nagy Magyarország Mohács óta halódó történetére. A történelmi Magyarország felbomlásának igazsága viszont sok igazságtalansággal keveredett, és ennek a kettőnek az elválasztása nem történt meg. A mai napig tabu. Trianon emlékezetét leginkább a tagadás, a feldolgozatlanság jellemzi. Egyetlen állam volt a volt monarchia államai között, amely határrevíziót akart, amely nem ismerte el tulajdonképpen a békekötést. Ettől független Horthy rendszer persze aláírta a trianoni békeszerződést, szokásos magyar politika, ma is látjuk, aláírjuk, megszavazzuk, majd hazamegyünk és azt mondjuk, hogy nem érvényes. Ugyanezt csinálta a Horthy rendszer. Akkor úgymond nem maradt erre az igazi szembenézésnek, az nem egyes emberek bűne, hanem a tömeglélektan így működik, hogy kellett van. Az, hogy milyen bűnbakok és milyen szélsőségesen hazug magyarázatok születtek, természetesen az már az egyes politikai szereplőkön is múlott. Az ideológiai megközelítések alapvetően kétféle kiindulópontra mentek vissza. Az egyik, amit a tördöfés elmélet magyar változatának nevezhetünk, amelyik a progressziót, a polgári radikálisokat, Károlyi Mihályt, a szociáldemokratákat és a kommunistákat, valamint értelemszerűen a judeo-bolsevizmus toposzán keresztül a zsidóságot tette felelőssé az ország összeomlásáért. Németországból ered alapvetően az elmélet, de megvan ugye a magyar változata is. Tehát, hogy a fronton becsületesen harcoltak a katonák, épp majd, hogy nem előre nyomulóban voltak, nem is volt a mi területünkön, a mi országunkban háború, de a hátországban gonosz erő, külső nyomásra elégedetlenséget szítottak, és lényegében saját magunkat fegyvereztük le. Miután ugye itt volt egy 18 és egy 19, és volt egy Károlyi, és volt egy Kumbéla, tehát hogy meg lehetett találni tördöfés elmélet is nélkül nagyon erősen azokat a szereplőket, akiket minden bűnért, majdhogy nem a világháborús vereségért is, mert azért kevésbé, de az, hogy a trianonért őket hibáztatták, az egyértelműen a korabeli jobboldali narratíva volt. Ebben ugye Kun Béla játszotta úgymond az áruló zsidót, aki ugye a zsidóság, aki elárulta úgymond a Magyarországot, és hozzájárult a bukáshoz. Károlyi pedig az a osztályáruló gróf volt, aki tehetségtelen is volt, és egyébként a idegen ügynök volt, tehát az Antant fizetés, akkor ők ketten, mint ördögök, ugye megszemélyesítve volt a minden rossz okozója. Azt gondolom, hogy a legtartósabb mítosz az áldozat mítosz, ami egyébként minden országban olyan, hogy van rá igény. A magyar verziójában az a lényeg ennek, a Trianonról külső erők tehetnek, és nekünk, magyaroknak, a magyar politikának úgymond ez semmi közünk. Erre egy nagyon érzékletes példa, hogy már 30-as években, tehát majdnem 20 évvel az események után megkérdezi egy külföldi követ egy magyar diplomatától, de hát, hogy miért van szükség zsidó törvényekre Magyarországon, akkor a leegyszerűsítve akarjuk mondani, az volt a válasz, hogy mert Kun Béla. Tehát, hogy mert tanácsköztársaság volt, és akkor emiatt nekünk korlátozni kell a zsidók jogait. Az a politika,
amelyet 1867-től 1918-ig folytatott a magyar uralkodó osztály, az eldöntötte Magyarország sorsát. Az az erőszakos beolvasztás politikája volt, a nemzetiségi pártok vezetőinek a letartóztatása és tömeges üldözése volt, az a börtönnel, veréssel, erőszakkal, áttelepítéssel folytatott nemzetiségi politika volt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy lehet szidni Károlyt, Kumbélát, Hortit, Trianon miatt, egyiknek sincs értelme. Nem csak a magyar politika tehet Trianonról, de a magyar politikának volt némi szerepe abban, hogy ezek a határok olyanok lettek, amilyenek, és hogy nem lehetett ezeket a határokat aztán később se másképp módosítani. Ha ezzel a felelősséggel nem nézzünk szembe a 21. században, akkor nem csak a múltról fogunk hazudni, hanem a máról is. És itt van a történet lényege. Ekkor születik meg az a Trianon, aminek vesznie kéne végre már. Ekkor születik meg az a nagy Magyarország, amit ott látunk minden harmadik autó hátulján. Ekkor, ezekből a mítoszokból, mint egy politikai termékként születik meg mindez. Trianon előtt is van magyar nacionalizmus, hogy ne lenne. De az elsősorban birodalmi jellegű. Trianon után születik meg az az etnikai nacionalizmus, ami miatt szőrös talpú az Olá, büdös a Tóth, és sorolhatnám még. Idősebb vagyok, mint Szlovákia. Pedig ez a Magyarország sem olyan idős, mint gondolni szokás. Ezt a nagy Magyarországot az etnicista képzelet hozta létre, mint a magyarság nagy múltjának szimbólumát, nagyra hivatottságának és világra szóló igazságtalan sérelmének, szerencsétlenségének szimbólumát. A történelmi Magyarország megszűnt a térképen, helyébe létrejött a nagy Magyarország a fejekben és a lelkekben. Hogy fájjon, hogy szenvedjen miatta, aki magyar. A nagy és a kis Magyarország térképekre nézve úgy tűnik, mintha a Trianonban pusztán annyi történt volna, hogy a nagy Magyarország kicsi lett. Hogy ez a nagy Magyarország közigazgatásilag évszázadok óta nem létezett, vagy csak a monarchia gemb kapcsai tartották egyben, etnikailag pedig soha nem is volt? Részletkérdés. Hortiék a hatalmukat Trianon sérelmére és a részben az ő propaganda tevékenységük által megszülető sovén nacionalizmusra és az ebből fakadó irredentizmusra és revizionizmusra építik. Ez lesz a két háború között a politika elsődleges kerete. A politikai elit antidemokratikus hatalomgyakorlását és a társadalmi elégedetlenségek elfolytását a sovén nacionalista, irredenta diskurzusok kizárólagossá és vitathatatlaná tételével próbálja igazolni az egész korszakban. Semmiképpen ne kérjük számon Trianon után a magyar uralkodó osztályon vagy Horthy Miklóson azt, hogy revizionisták voltak. Mert kérdezem én, hát mi arossebek lettek volna? És nem ők voltak revizionisták, egy nemzet volt revizionista. József Attilástól és Juhász Gyulástól. Egy nemzet érezte azt, hogy ez így nem maradhat. Hát, pedig így maradt. És hogy mi lehetett volna Horthy, ha nem revizionista? Mi lehetett volna ahelyett a méltóságos kormányzó úr helyett, aki egy ország vezetőként azt súlykolta minden lehetséges csatornán magyarok millióiba, hogy az egész ország, a nemzet minden tagja igazságtalanságban él? Hát lehetett volna az a politikus, aki egy ország vezetőként bölcsebb, mint a 17 éves József Attila, és nem hagyja magát elsodortatni a gyűlölet hullámmal, hanem megpróbálja megérteni, hogy mik voltak azok a hibák és tévképzetek, amik Trianonhoz vezettek, és most, hogy már megtörtént, mit lehetne tenni, hogy egyrészt ne kövesse el újra ugyanazokat a hibákat, másrészt komolyan vegye új feladatát, a határok túloldára került magyarok segítését és támogatását. De Horthy Miklós és rendszere nem ezt az utat választotta, épp ellenkezőleg. Nem csak, hogy fölült a soviniszta gyűlölet hullámra, ami teljesen érthetően végig söpört az országon, de épp ő maga volt az egyik legfőbb gerjesztője ennek a hullámnak. Az ország vezetése Trianon legkárosabb, legszemellenzősebb értelmezését tette meg uralkodónak már a kezdetek kezdetén. És bizony ez az egyik legfőbb oka annak, hogy Trianon és minden ehhez kapcsolódó ügy a mai napig földolgozatlan a kollektív emlékezetünkben, és így újabb és újabb traumákat okoz. De hogy ez a politika pontosan hogy is nézett ki, és mik is voltak a motivációi, hogy milyen volt a Horthy rendszer nemzet és nemzetiség politikája, hogy mit tett a kormányzó úr és rezsime a határon túli magyar közösségekért, nos, mindenről majd dokumentumfilm sorozatunk harmadik részében fogunk beszélni. A második részt itt zárjuk le, ez volt a héten a Trianon tetralógiánk aktuális darabja.
Ha tetszett a videó, akkor lájkold, egy komment formájában oszd meg a gondolatodat itt velünk a videó alatt, oszd meg az ismerőseiddel, iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, Tumblr-on, Instagramon, vagy kérdezz tőlünk Ask FM-en. Szállj be a finanszírozási kampányunkban, hogy ilyen és ehhez hasonló filmeket készítessünk majd a továbbiakban, a patreon.com/slimeshow oldalon várjuk az adományaitokat, és már alig néhányan kellettek ahhoz, hogy összegyűjjön a havi működésünk a szükséges $6000. Találkozunk a jövő héten, akkor folytatjuk majd tetrológiánkat, addig is, ciao. Hol fog az én piros vérem kifolyni? Itália közepében lesz a sírom, édesanyám, arra kérem, mesélj.